Jó nehéz lesz arra elmenni, de pár körbe bele fog telni. A profi ninjámnak annyi. Most már csak egy ilyen utánzat van. Nem. Felejtős. Ezt utána küldöm. Ezt pedig utána küldöm. Na, majd soká fogják utolérni is. Úristen, hány kör lesz oda átjutni? Iko Iki is lép, Yamana, Besó, Hatekayama, Imagawa, Vakku kalózok. Jaj, nem, megint hol lesz? Még... Nem már. Nem ezt akartam. Jó, kiveszem a... Kiveszem. Na, most csak rá nem lesz már lázadás. Ha jóval, biztos könnyebben át lehet kelni ott, mint így. Aj, a ninját nem vittem sehova megint. Na, sokkal többet tud lépni. Ó, hol támadnak be engem? Megpróbálok toborozni. És most lépek a ninjával is. Most már beállítom, hogy jöjjön erre. Ó, hogy arra is el tud jönni. Lehet, hogy nekem megengedély kéne, hogy arra tudjak menni, tehát azért nem is akarta. Hú, már megint minuszban vagyok. Ajaj. A kereskedelmi kikötőt elkapták, vagy blokád alá vonták. És rögtön mínuszba megy a dolog. Már megint? Vagy még mindig? Nincs adó, hagyjátok már abba, hát most már mit csináljak veletek? Nincs pénzem se. Nem, hogy adóm. El fog tartani még egy pár körig, hogy odaérjek. Hát remélem addig nem megyek csődbe, mert most már tényleg durva a szitu. Globális adót nyomtam be? Lehet, hogy benyomtam valami globális adót. Hát nézzem. Ez azt jelenteni?
Hát... Most legalább nem olyan mértékben fog, köszi, hogy szóltatok le, vagy itten. Kicsit érdekes dolgok történtek volna, ha ez így folytatódik. Valahol lehet, hogy növelni kéne az adót, mert mindjárt csődbe megyek. Na jó, vízicsata még nem volt ma, azt lenyomom. Elméletileg megnyerem. Vatari, Chikanori, Haikano, Tokisuke. Na gyerünk. Jaj, csak fizet, tengert kell betölteni, hát most... Még szárazföld sincsen, hogy itt most várjunk ennyit. Vagy van? Nincs. Na. Nincsenek vele negatív hatások, ez így jó lesz. Van három hajóm, mert... Menjetek. Mit villog itt ez a nap állandóan? Fú, ez egy kicsit gyorsabb hajó. Be kéne várni a dolgokat. Ez egy kicsit lassabb. Harci sebesség. Mi még a lőttávolság? Mennyi van még hátra? Még van egy kevés. Na nézzük! Most fog kezdődni a csata. Szeretném felgyújtani. Ez mi? Harci kiáltás. Hát ennek a hajónak mindjárt annyi. Ti mit csináltok? Na azért. Ez milyen hajó? Kobolya íjász hajó. Az igen! Ez mi az Isten? Mondom őszintén, nem sok vízi csatát játszottam már, vagy még ebben a játékban.
Ez milyen hajó? Na, az már pusztult el. Talán. Látom, nem maradtak túlélők. Helyes. Kicsit pörögjenek fel a dolgok. Kicsit gyorsuljatok be. Bírnám, ha elveszíteném. Na, remélem, hogy azért ez a fahajó, ez kigyullad. Gyere, hiába várok. Na, de azért csak meg lesz most már. Biztos jó lehetett egy hajócsata mindig is. Nincs hová menekülnöd. Megtámadnak is véged. Na? Na jó van, ennek semmi értelme. Pörögjön fel az az esemény, mert... Nagyon elijászkodnak itt. Hopp, menekül. Folytatás. Üldözzétek csak. Vegyétek csak körbe, vagy nem tudom. Utol éritek, nem? Nem érik utol, úgy látom. Meg fogja étni. Na jó, mindegy. Nagyon be... Beleúztak, pedig meg a zárbotot sem húzták fel. Na jó, van. Na de még a nagy blokkád ott volt, most meg már húztak el a fenébe. Gyávák! Egyszer se futamodtam meg. Na. És javíthattam meg. Nem kell. És csak 16-ra már csak ajzéma. Na hova ment? Azért. Ó. Van itt ám célpont. Hát nem kell itt aggódni. Szuper. Nem sikerült a szabotálása. Azt majd megtámadom. Következő körben. Az erdőn elég nehéz volt átkelni, de... Nem lényeg. Ha Fukushima is meg lenne, akkor... Akkor már elég jól állnék. Uzen. Szadó. Uzen. Uzen.
és szadó. Nagyon jó. Jó, hogy itt van egy jó erős sereg, ami csak azért van, hogy... Valami bánya van itt, ezt meg kéne tartani. Élelmiszer hiány. Akkor már legyen nagy adó. Hát nem állt. Komolyan. Mit csináljak? Élelmiszer hiány van, élelmiszer hiány van. Hát ne egyél. Két körön belül viszont ott vagyok. Jó, legalább a kastélykapukat szabotált. Jó van. Felfedezték. Nem sikerült neki. Nem valami sikeres nincs a... De nőtt a jártássága legalább. Jó. Kerülj a lelepleződést, azt szeretem. Tök jó. Jó lesz ez. Na. Mindegy, hogy mire fejlesztek szinte. És nektek itt mi a bajotok? Itt nektek semmi bajotok nincsen. Akkor gyertek át üzembe, mert nektek viszont lesz bajotok itt hamarosan. Na jó, nézzük. Igen, küszöbben áll a csőd, hát most mit tegyek. Na mindjárt foglalok egy várost. És az megoldja a csődöt. Tök jó kincstár. Fegyvert ragadtak szadóban. Meg jó, hogy nincs hova menniük. És ezért tudja, hogy be fognak támadni, még jó, hogy nincsen pénzem plusz seregre. Ezért tudja, hogy be fognak támadni. Jaj, ne, még nem menjetek oda? Ninjám, hadd próbálja meg újra ezt. Nincsen miért, nincs pénz. Hát ez neki annyi. És kifosztjuk. Mert úgyse számít. És ha megjavítom persze. Élelmiszert tudok majd csinálni egy kicsit. És legalább lesz pénzem seregre toborozni. Ó, macuke! Macuke! Az jó lesz. Na nézzük, akkor most már erre felé mehetsz. Ez mennyire utálnak engem? Eléggé. Szinte biztos a lázadás. Inkább szabotáld azt. Felfedezték, remek. Na nézzük, hogy mire jutunk. Te hova mész? Ja, tudom. Hát megy oda, hogy ott boldoguljon. És segítsen. Piszkálgatnak, piszkálgatnak. Nagyon jó, Muzennél is jó. Na nézzük a macukét, mit tud csinálni. Semmit, mert nagyon... Nagyon sokba kerülne. Jó, egyelőre tök felesleges, hogy ott van. És itt a Fukushima-nál... Hát most nincs lázadás veszély. De már megint mínuszba felé megyek.
Hoppá, itt is van célpont. Na jó. Hát nem tudom, most lehet, hogy tavasszal jó lesz a termés, és akkor nem fognak itt éhezgetni. De mindjárt kiderül. Na jó, ezt a csatát még megvívom. Hiszen utána befejezem a live-ot. Nem már. 11:25. Bőven másfél órája. Másfél? 3,5 órája fog tartani. Szóval az utolsó csatát láthatjátok. Jó lesz. Ez is alapfejlesztettségű vár, ha minden igaz, de legalább tudom, hogy egy oldalról nem támadnak be. Vagy legalábbis nem indulnak onnan. Hát aztán majd ki tudja. Uff, na most először van, hát annyira nincs sok sargem mégse. Tehát... úgyis hiába állítgatom, nem tudom honnan jönnek, és most már tudom. Itt van a vezér. Jászok, szamurájok, jarik, könnyű lovasság. Itt annyira sok minden itt nincs. Ezek mik? Hát nem tudom, mert azért ezeknek annyira nem kéne, hogy gondot okozzanak. Na jó, hát... menjen. Ti ketten védekeztek akkor itt. Szerintem nagyobb védelem nem kell oda. A többiek meg akkor ott a falnál. Ti felmentek. Az a baj, ha ide jöttök ti. Nem azt mondtam, hogy felmentek, vagy... ja, hogy azok mennek oda. Menjetek már, kérlek. Igen, ti is. Kicsit sietetnétek. Na jó, a lovasokat megint kiviszem. Ezt nem hiszem el. Gyertek már ki onnan a francba! Megegyétek már oda az íjászokat. Na, most már mehettek oda. Uha. Legalább őket elcsalom. De mennyivel lassabbak az én egységeim?
Futás. Na jó, hát... Ezt jól megcsináltam, azt hiszem. A fene se gondolta, hogy ilyen lassúak a lovaim. Ennyit a tábornokomról. Miért voltak ilyen lassúak az én lovaim? Valaki, aki meg tudja mondani nekem, az... az megmondhatja. Elégek vagytok ti, azok csak lovak. Na, pörgessük fel az eseményeket. Hoppá. Gyertek csak egy kicsit arrébb, mert... Ó, basszus, amikor így beszakadt, akkor nincs sok értelme a gyorsításnak. Azokat ott el lehet kapni szerintem, ezekkel. Többiek védekeznek. És ott vannak a főerők. Fú, ez nagy hülyeség volt, lovas barátom. Ezzel kerintéznek. És rohanhattok kifelé nyugodtan. Hát ahhoz képest, hogy a tábornokom nagyon hamar lelépett, ahhoz képest elég hamar megnyertem. Csata vége. Jaj! Jó van. Szerintem ennyi lett volna már, ez nagyon, nagyon, nagyon hosszú volt. És hát köszi, hogy ilyen sokan voltatok végig, mert Twitch.tv-n nem szoktatok ennyien lenni. Sikerült annyira olyan sokan lennetek, hogy még az is összejöjjön, hogy lehessen minőséget állítani. Na, ilyen még nem volt nálam. Szóval ez ilyen új dolog. És hát ja, meg mindig mínusz egy amúgy a dolog. És még a pénzem is rosszul jön. Na hát mit tegyek? Na jó van. Na jó, tényleg ennyi lett volna, és köszi szépen a figyelmet. Én ezt elmentem, és sziasztok!